Vonattal ütközött, a sofőr csodával határosan úszta meg a balesetet. Hamarosan próbaüzem, átadták a szelektív gyűjtés bázisát jelentő hulladékválogató központot. Izgalmas programok a polcok között országos könyvtári hétvárosunkban. Köszöntöm Önöket! Túl van a nehezén, arccsonttöréssel műtötték meg a héten a Győri Kórházban azt a fiatalembert, aki a vonat elé hajtott múlt vasárnap délelőtt a Fehérkereszt utcai vasúti átjáróban. Az ütközés során az autóból kirepült sofőr arccsontja és pár bordája törött el, csigolyái repedtek meg, de életveszélyes vagy maradandó sérülést nem szenvedett. A 19 éves szentpéteri fiatalember Volkswagennyével Szent János felé haladt, amikor feltehetően a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott. A vonat az árokba sodorta az autót, majd több száz méter után tudott csak megállni. A szerelvényen hárman utaztak, sem ők, sem a vonatvezető nem sérült meg. Hamarosan startolhat a szelektív hulladékgyűjtés próbaüzeme. A megfelelő szállítóautók beszerzése ugyan késett, de jövő év elejére már teljes egészében elindulhat a rendszer. A János Somorjai Hulladékválogató Központot csütörtökön adták át. Hát én határozottan mondom, hogy szeretnék unalmas híradókat látni. Ebben nem segíthetünk. Az átadók azonban arra gondoltak, szeretnék, ha kimaradna a térség híreiből a rosszul kezelt szemét okozta betegség és környezetszennyezés. Ezt szolgálja a most átadott János Somorjai Hulladékkezelőközpont. Az új Széchenyi terv keretében főként uniós forrásból és a 71 tagönkormányzat hozzájárulásából több mint 3,6 milliárd forintért kerülnek ki a szelektív kukák, nyílnak a gyűjtőszigetek és épült meg a két válogatócsarnok. Ez alul egy fakba engedi ki a hulladékot. Az első csarnokban egy futószalagról válogatják a szelektíven gyűjtött szemetet. Csapóajtón keresztül jön ki ez a hulladék. A másikban pedig a vegyes hulladékból szedik ki a használható anyagot, a többiből pedig tüzelésre alkalmas tömböket készítenek. A levegő kiválasztja belőle a bizonyos frakciójú hulladékokat, és ezek a frakciók... Így alig kerül valami a 12 éve alatt jócskán meghízott szomszédos depóniára. Ezzel lezárult a fejlesztés, a működtetés azonban még hátra van. Ez még nem a vége valaminek, ez csak a kezdete, és a legnehezebb rész az most következik. A törvény kimondja, az önkormányzatok feladata a hulladékkezelés, ezért az eddig osztrák szolgáltató cégben, a Rekultív Kft.-ben 52% tulajdonrészt szerzett a társulás, ám még az idén teljesen megszerzi a céget. Tehát itt ma, ha megpihenünk egy kicsit, és azt mondjuk, hogy örüljünk ennek az egész rendszernek, egy ennél még nagyobb és szinte beláthatatlan nagyságú feladat áll előttünk. Ezt a regész rendszert most már nekünk kell működtetni. Januárig csak a próbaüzem indul el. Az új szelektív kukásautók ugyanis még hiányoznak. A beszerzés közben ugyanis megváltozott a jogi szabályozás, így új autók után kellett nézni. Ezért késik a nyárra várt kezdés. A nyugati szomszédunkhoz képest kicsit le vagyunk maradva, de egyéb szomszédunkhoz képest én úgy gondolom, hogy nem, sőt talán mondhatni, hogy egy kicsit jobban állunk. Ezért 2020-ig sokat fordít e terület fejlesztésére az állam, térségünk azonban fogékony a szelektív gyűjtésre. Egy olyan hozzáállást tapasztaltam, ami meglepő, és engem meg is döbbentett őszintén, szóval, hogy ilyen mértékű a pozitív hozzáállás. Én reménykedem, hogyha a rendszer valóban januártól teljes egészében működni tud, anyagilag is finanszírozni tudjuk, mert hát azért ezt mindig tegyük hozzá, hogy most azért van egy olyan időszak, amikor rezsicsökkentett áron kellene egy magasabb szintű szolgáltatást nyújtanunk. Tehát, hogyha ebben megvan a megfelelő anyagi háttér is, akkor érezhetően nőni fog a lakosság komfortérzete. Évelején még a talajvízzel küzdöttek itt, ez is hozzájárult a próbaüzem késéséhez. János Somorja piaci áron adta el a társulásnak ezt a depóniával szomszédos területet, amint felépült a központ. Most nem csak ezt köszönte meg a városnak a társulás. Mi ezt hosszú távon így terveztük, hogy itt ameddig a terület engedi, addig ezt a tevékenységét ennek a régiónak János Somorja biztosítja, és hát talán nem az én számból kellene ezt a kedves tévénézőknek meghallani, de a környező települések nagyon hálásak lehetnek János Somorjának. Mégpedig azért, mert megértették a lerakó építésének és fejlesztésének fontosságát, és az eltelt 15 év alatt egyszer sem gördítettek akadályt a működés elé. Felújítják az ablakokat a Szürke iskolában. A központi alsótagozat homlokzati ablakai olyan elavult állapotban vannak, hogy több helyen már a keret és az üveg között is befolyik a víz.
Az iskola számára tervbe vett felújítások között ez is fontos szerepet foglalt el idén, de a munkákat mégis csak tavasszal kezdik el. Egy pályázatra vár ugyanis az iskola, amelynek keretében teljes nyílászárócsere, fűtés és szigetelés korszerűsítés végezhető el a régi épületen. Ám ha a novemberi eredményhirdetésen nem nyerünk, az önkormányzat akkor is elindítja az ablakcsere munkálatait, ami közel 6 millió forintba kerül. A testület nemrég döntött arról is, hogy a központi felső tagozat udvarán műanyag talajú pályát alakít ki, közel 15 millió forintból. A Klaszki tagiskola vizes blokját pedig az ősz elején újították fel közel 6 millióból. Könyvtár kicsit másként. Az olvasás könyvkeresés helyett a héten más programokért mehettünk a városi könyvtárba. Néprajzi előadás, verses vetélkedő, drámapedagógia foglalkozás és sok egyéb érdekesség várta a közönséget az országos könyvtári héten. Kifejezetten ajánlott volt a suttogás a könyvtárban. Szerdán ismét irodalmi vetélkedő várt a harmadik, negyedik osztályosokra. Három fős nyomozó csoportok vetették magukat az elveszett verssorok, elrejtőző költők után. Korábban mesék, most versek tartogattak titkokat. Kódokat bogoztak a rejtélyek megfejtéséért, apró részleteket raktak össze, félben maradt szövegeket egészítettek ki. Földigérő kucsmába, nyakigérő csizmába, burkolozzék bordába, bújjon be a dunyhába, üljön le a kályhára, mindjárt megmelegszik. De a vers tanulásból is vizsgáztak, és mi is lehetett volna jobb téma az őszi könyvtári héten, mint az évszakok. Ablakomból hallgatom, hogyan fúj a szél, fáj a szívem, szomorkodik, lassan itt a tél. Akadt, aki komolyan készült és végig csinálta a tavalyi feladatokat is. Amikor legutóbb volt ez a verseny, ugyanazok a feladatok voltak, és megint megcsináltuk a csapattal. Nekem nagyon tetszettek a feladatok, nem voltak olyan nehezek, összebeszéltünk a csapattársaimmal is, meg tudtuk oldani. Az ügy lezárása előtt pedig minden kis nyomozót kitüntettek, külön elismerték a jó csapatokat. Különösen azért, mert láttam, hogy milyen szépen dolgoztatok együtt. De az igazi helyes megfejtők a végére maradtak. Te első helyezést értett Tóth Evelin, Winkler Claudia, Winkler Victoria csapata. A felnőttek meséiről is hallhattunk a héten. Lanzendorfer Zsuzsanna néprajzkutató már sokat járt nálunk. Most arról beszélt, mi mindent tartott a néphagyomány a napról, a holdról és a csillagokról. Haladtuk a csillagképek régi neveit. Megszemélyesítik a csillagképeket, ilyen például az árvaleány pillantása. Hát gyönyörű a... Sok égitesttel kapcsolatos néphagyományt érintett az előadás, az afrikai törzsektől a székelyeken át, egészen környékünk sváb lakosságáig. Naptisztelet például, vagy a tűztisztelet, tehát ami a naphoz kötődik, vagy az esővarázslás, tehát akár egy berber törzstől kezdve egy magyar paraszt emberig mindegyik varázsolt esőt, tehát vannak egyetemes dolgok, de vannak helyi, például most nem is kisebbséget mondok, hanem határon túli etnikai csoportot, például a székelyek nap, a felkelő napba látják a szűzanyát, pünköskort. Az egyetemi tanárnő, mint mindig, most is énekelt. A témához kapcsolódó népdalokat hallhatott a közönség. A bánatot a szívünkről. A bánatot a megbocsátás hete is levette a késlekedők szívéről és pénztárcájáról, de sok más program is várt minket a könyvek között. Például drámapedagógiai foglalkozás az elfogadásról. Nyáron láttam a gyerekeknél drámapedagógia szemfüles tábort vezettek, és én akkor azt mondtam, hogy egyszer ezt meg kell mutatni a felnőtteknek, és hogy képbe legyenek igazából mi is ez. A játék során most egy megtörtént baleset szereplőinek helyébe léphettek a résztvevők. Mit tettem, hogy kerültem ide, most mit csináljak, hol a telefonom? Újra alkották az eseményeket. 30-ról gyorsítottam, talán kicsivel 50 fölé mehettem. Az előttem lévő autót megelőztem, amikor elém került a kivilágítatlan és kanyarodó biciklis. Véleményeket mondtak a történtekről, akár egy szereplő bőrébe bújva. Egyre több információt tudtunk meg az esetről, így a vélemények is változtak. Az emberek jobban együtt éreztek az elején még könnyen elítélt résztvevőkkel, és ezzel elfogadóbbakká, együttérzőbbekké váltak. A téma ötletét egy nemrég környékünkön történt tragédia adta. Elég sokat foglalkozott a média ezzel a buszos balesettel, a kosárlabda csapatról, és
érvek és ellenérvek hangoztatása folyt, és ezáltal gondoltam arra, hogy mennyire jó lenne mögé nézni, és igazából nem azt keresni, hogy ki a hibás és ki a vétkes, hanem bárki lehet a volán mögött, vagy a kormánykerék mögött. Idén a könyvtár az emberi kapcsolatokért témában szerveztek programokat az Országos Könyvtári Héten. Bronz színű évet zárt a Rascals Baseball Egyesület, mindhárom korosztálya nemzeti bajnokság bronzérmét nyerte meg a héten lezárult idényben. Először a felnőttek szerezték meg hazai pályán az országos harmadik helyet, utánuk a Major Core csoport húzta be a bronz meccset Érden, múlt hétvégén pedig a senior korosztály 14-16 éves srácai nyerték el a bronzérmeket, szintén Érden. A három csapatos bronz döntőben az Újbuda, majd a Hódmezővásárhely csapatát győzték le a miaink magabiztos kiváló játékkal. Ez a korosztály különösen fontos az utánpótlás miatt, így reménykeltő a jó játék, és az is, hogy jövőre is sikerül együtt tartani a gárdát, akik többször kaphatnak lehetőséget a felnőttek között is. Pénteken este 6-tól a Városi Könyvtárban mutatják be a Jeles Pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című könyv negyedik kötetét, a munka helyi vonatkozása, hogy Schmidt Márton János somorjai pedagógus életútját is feldolgozza a gyűjtemény. Híradónk végén köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, viszontlátásra!